Nyílt napra hívta hetedikes és nyolcadikos diákokat múlt héten a Lippai János mezőgazdasági technikum. Minden évben rendeznek hasonló rendezvényt a megye középiskolái. Itt tudják megismerni a fiatalok azokat a képzéseket, amelyeket egy-egy intézmény nyújt. A szakértő szerint egyre inkább felértékelődnek a technikumok, amelyek szakmát és ösztöndíjat is adnak diákjaiknak. Én szoktam szülői értekezleteken, vagy ha szülővel beszélek, javasolni, Hogyha a tanuló leginkább mérnöki szakmáknál, vagy akár az egészségügyi ágazatban szeretne egyetemen tovább tanulni, akkor érdemes fontolóra, fontolóra venni azt, hogy technikumban kezdje meg a tanulmányait, a középiskolai tanulmányait, ugyanis egyrészt rövid távon is nagyon jól áll, hiszen nagyon jó ösztöndíjak várnak a szakképzésben tanuló diákokra illetve ugye amellett, hogy érettségit szereznek, ezzel egy belépőjük van az egyetemre, amellett technikumi bizonyítványt is szereznek, tehát már lesz egy középszintű szakmájuk, egy szakmai bizonyítványuk, és nagyon sok esetben, ugye már helyi szinten itt Nyíregyházán is vannak olyan szakképző intézmények, akik együttműködési megállapodással rendelkeznek mind a Nyíregyházi, de már a Debreceni Egyetemmel is, ahol ugye technikusi oklevél megszerzését követően, kreditbeszámítással, vagy akár ugye tanulmányi átlagtól függően automatikus átvételre is számíthat a tanuló az egyetemi tanulmányai megkezdésénél. Azért is fontos megismerni a képzéseket, mert gyakran még nincs kialakult elképzelése a nyolcadikosoknak arról, hogy milyen pálya iránt érdeklődnek a szakértő szerint. Az a legjobb eset, amikor a tanulónak van legalább elképzelése, hogy mi az, és vagy megerősíteni kell benne, vagy esetleg a szülő nem akarja, de én ezt nem támogatom, hogy eltántorítsa. Ö, nagyon gyakori, és, és erre a szülői és a tanulói reakció általában az, jó, akkor legyen a gimnázium, még van négy így évem eldönteni, hogy mit is csináljak, és én ezért is javaslom azt a szülőknek, amellett, hogy beszélgetünk, kutatunk interneten, ilyen-olyan kiadványokban, a továbbtanulás kapcsán információk után, hogy egyrészt azoknak a szervezeteknek, vagy szakembereknek, akik ebben segítőkezet nyújtanak, akkor engedjék, hogy segítsünk. Például, a Például mi így a kamara, hogy tapasztaljanak, lássanak minél többet, akár eltántorít egy tapasztalat, akár segít, az már minden, vagy vagy ugye vonzóvá tesz valamit, az mindenképpen segítség már a pályaválasztási döntéshozatalban. Folyamatosan szervezik a nyílt napokat a középiskolák, amelyekről az intézmények holnapjain lehet tájékozódni szülőknek és diákoknak egyaránt.